Hivatalosan is megszüntették a nyugtalottót, amelyet már 2020-ban a pandémia miatt felfüggesztettek. A nyugtalottót az adócsalás visszaszorításának gondolatával vezette be 2015-ben a Ponták kormány. A cél az volt, hogy a vásárlók minden egyes vásárlásnál igényeljék a kasszabont. Mivel sorsolás révén az 1 és 999 lej közötti bonok tulajdonosai, az összeg és a dátum kisorsolása révén havonta 1 millió lejes nyeremény alapon osztozhattak. Azonban a nyereményjáték iránti érdeklődés egyre inkább halványult az évek folyamán, így a kormány úgy döntött, hogy már nem indítja újra.